A kreszt és a forgalmi vizsgák, illetve a képzések is újraindulhattak a héten a megfelelő biztonsági intézkedések mellett. A közúti elsősegélynyújtó tanfolyamok és vizsgák azonban határozatlan ideig továbbra is szünetelnek. Nagyon fontosnak éreztük, hogy egyrészt a vizsgaigények mielőbb biztosításra kerüljenek, de ugyanakkor egy kiemelt szempont, hogy azok a járványügyi, higiéniás előírások betartása kerüljenek, ami jelenleg valami némi garanciát jelent abban a tekintetben, hogy a fertőzés nem terjed tovább. Ez azt jelenti praktikusan, az elméleti vizsgák kapcsán a biztonságos oldaltávolság betartásával foglalnak helyet a vizsgázók, tehát nem a megszokott rendben, tehát nem minden vizsga állomáson vizsga monitor előtt ülnek vizsgázók, hanem mondjuk csak minden másodikon. Fontos, hogy a kézfertőtlenítés, a szájmaszk, a védőkesztyű használata megtörténjék, az elméleti vizsgateremnek a szellőztetés, illetve minden vizsgázó csoportok között a monitorok, székek feltöltése meg kell, hogy történjék, illetve a gyakorlati vizsgát illetően a vizsgázó autót ugyanígy ki kell szellőztetni minden vizsgázó után, a kormányt a kirincset lefertőtleníteni, a résztvevőknek a felszerelése, tehát akár a vizsgázó, akár a szakoktatót a vizsgabiztos vonatkozásában, a szájmaszk és a védőkesztyű használata kötelező, tehát igyekszünk minden olyan feltételt megteremteni, hogy a vizsgák is elinduljanak, hiszen ez nagyon sok állampolgárnak nagyon fontos és kiemelt érdeke, de ezzel párhuzamosan nem szabad elfelejteni azt, hogy ezeket a higiéniás előírásokat mindenképpen be kell tartani. Az igazgató elmondta, a némi torlódásra számítanak, de minden munkatárs azon fog dolgozni, hogy ne növekedjen meg túlzottan a várakozási idő egy-egy vizsga kapcsán. A tantermi és forgalmi oktatási órákra készült egy útmutató is. Az Innovációs Technológia Minisztérium kiadott egy útmutatót a képzések pandémiás körülményének a betartására vonatkozóan, tehát hogy a képzések se generálják azt, hogy esetleg a vírus tovább terjedjen, tehát ott is a maximális higiéniás előírások betartása az előírás, tehát például ugyanúgy vonatkozik a tantermeknek a fertőtlenítése, szellőztetése, az oktatógépkocsik oktatás alatti fertőtlenítése, illetve a képzés alatt a szájmaszk és a kesztyűviselése, tanuló-oktató vonatkozása nagyon fontos. A tanteremben legfeljebb 10 fő foglalhat helyet, tehát ezeket mindegyiket ugyanúgy, noha ajánlásként, nagyon fontos betartani, mert hiszen nem csak a vizsgákon fordulhatnak elő tovább fertőzések, hanem sajnálatos módon bizony a képzések alatt is. Kedden és szerdán összesen 29-en vártak az elméleti vizsgára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg szerdán 24 fő szeretné letenni a forgalmi vizsgáját. A gépjárművekben az oktatás és vizsgák alatt sem tartózkodhatnak többen az autóban, csak az oktató és egy tanuló. A vizsgák során pedig a vizsgabiztos is bent ülhet a járműben.